És emlékezzünk meg a másik ünnepről is, a Tota Hochra Es Maria himnusszal. Az az érdekes a dologban, hogy megnéztem a Graduale Románumban, hogy milyen énekek vannak a december 8-ai szertőtlenül fogantatás ünnepére. Ugye hát az ordinárium mindig ugyanaz, csak a Graduálóban benne vannak a mise változó szövegű énekei, hogy arra a napra mit mond az egyház, mit kell énekelni, bevonulásra, olvasmány közé éneknek, és így tovább. És hát azokat a szövegeket, amelyekből ez a himnusz össze van rakva, tehát Judit könyvéből, azt a részletet, hogy Tu Letizia, Izrael és a Tu Honorificentia Populi Nostri, valamint az énekek énekéből azokat a Tota Hochra Es, az énekek énekében úgy van, Amica Mea, tehát hogy egészen szép vagy, én kedvesem. A himnuszban természetesen úgy van, hogy Tota Hochra Es Maria. És ugye az énekek éneke vulgánta szövege azt mondja, hogy et macula non est in te, tehát hogy és nincsen rajta, vagy hát szó szerint te benned szeplő. Itt a himnusz azt mondja, hogy et macula originalis non est in te, tehát a dogmának megfelelően azt mondja, hogy az eredendő makula, az eredendő folt szeplő, az nincsen rajtad, de egyébként az énekek éneke pár sorát követi ugye a himnusz. Nos, hát akkor most ezt szóljon. Az énekek éneke és a Judit könyvének részletéből összerott szeplőtelen fogantatás ünnepére való himnusz. Azt akartam még mondani, hogy tulajdonképpen van egy nagyon szép középkori kép, ugye hát a középkori Mária himnuszok, bármilyen alkalomra szóljanak is, a gyönyörűnél gyönyörűbb költői képeknek a topzódásai szinte, és ez az ünnep, ehhez az ünnephez az a kép társul, hogy Mária hortus conclusus, azaz, hogy lezárt, lepecsételt kert. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te, et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, o Maria, Virgo prudentissima, Virgo clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum. Azért érdekes még ez a himnusz, mert az énekek éneke, hogy belefér ebbe a Mária dicséretbe, azt érti az ember, az, hogy Juditnak, az Ószövetség kardos, harcos asszonyságának a képe is belefér, az annál furcsább. Miközben ugye arról éneklünk, hogy Virgo Clementissima, a legszelítségesebb szűz, de hát mégis valahogy ez a kettő ez összefügg. Na most egy nagyon érdekes ének jön. Szintén egy Mária ének, és szintén egy olyan jellegű, amely a december 8-ai ünnepen elhangozhatott a régiségben is. Idvezd egy szép rózsa, szüzesség virága. Krisztusnak najkája, s kegyelemnek honnyan.
Szóval magam sem tudtam, hogy miért járt a fejemben ez a signum magnum, tehát hogy nagy jel tűnt fel az égen, és aztán lapoztam ugye át az adventi énekeket, és hát ehhez érve jutott ez eszembe, hogy nekem mindig különösen is tetszett ugye a Mária énekekre új jellemző, sok-sokféle kép közül az, hogy angyali kézben fénylő ékes aranynátszál, mint ugye itt a negyedik verszakban megszólal. És hát ugye rögtön beugrik ilyenkor az embernek a jelenések könyvéből egy másik kép. A Szent Jánost kísérő, a mennyei Jeruzsálemben vezető angyal kezében bizony egy mérőnád van, az ókori építőmesterek kánonja, vagy perzsául ugye kánonja, tehát egy olyan szép egyenes nád, aminek meghatározott mérete van, egy mértékegység ez a mérőnád, és ez az aranyvessző, ez bizony aranyból van, és ezzel méri ki, illetve mutatja meg Szent Jánosnak a látomásban az angyal, hogy egyik kaputól a másikig, a fal egyik sarkától a másikig, hány ilyen lépés, hány ilyen nád hossz a mennyei Jeruzsálem fala körbe és körbe, milyen magas, milyen széles. Ez a mérték, ez is Mária. Ez a mérték, amely mértékre a mennyei Jeruzsálem fölépül, amelyre a mennyei Jeruzsálem mint szellemi mértékre épül, aminek a piacán, ahogy mondja egy másik 16. századi magyar költőnk, maga az Úristen trónol, és ezzel ugye, tehát úgy a piacán, hogy a főutak meccéspontjánál a főtéren van felállítva ugye az Úristen trónja, legalábbis a költőnk szerint, és hogy ezzel fölöslegessé teszi, hogy a mennyei Jeruzsálemben templom legyen, ott már Isten mindenkinek mindene abban a
mennyei városban, és ez az angyali kézben fénylő ékes arany látszár, az ugye fölidézte a Signum Magnumot, a történet elejét, tehát hogy nagy jel tűnik fel az égben, és itt ugye mindenki ismeri a folytatást, és hogy az asszony várandós volt és fiút szült, van szó benne ugye a sárkányról is, hogy el akarja nyelni, valamint abból, hogy elrejtik és a pusztában készítenek lakást neki, és a dolog ugye lassan átvezet az evangéliumba, az evangélium meg az apostolok cselekedetein át meg elvezet ugye a Jelenések könyvébe a történet végéhez, a mennyei Jeruzsálembe. És akkor hát itt tulajdonképpen Mária személyén keresztül a történet az elejétől végéig körbeért. Úgyhogy ezért úgy gondoltam, hogy akkor legyen az elején a Signum Magnum a műsorban, meg ahol helyet talál ez az Idd, lezd, légy szép rózsa. Elnézést a kitérőért, csak azért gondoltam, hogy ezt megosztom önökkel, mert hogy azt mondjam, én legalábbis mindig úgy szeretem, de úgy vettem észre, hogy sokszor a közönség is, meg mindenképp a zenekar tagjai is, úgy szeretik, ha nem egyszerűen elénekeljük sorban az énekeket, hanem megtaláljuk az illő helyüket, ha már erről volt szó, hát akkor a történetben, de mindenki úgy is érti, hogy miről van szó. Nem feltétlenül egy elbeszélésről, vagy nem a dolog irodalmi értelmében, inkább talán egy másik értelemben, a történetben. A történet, és most ugorjunk rögtön Lukács evangéliumára, az az, hogy Máriához az Isten angyala belép, hírül adja neki az Úristen tervét, Mária pedig igent mond rá. Erre egy nagyon szép énekünk van, mikor Máriához az Isten angyala Názáret városban az égből leszálla. Ez tulajdonképpen egy népének, egy nagyon szép 16. századi dallamon. Most ez szól. Ugyanerről, az angyali üdvözletről van egy latin nyelvű énekünk is. Mittitur ad virginem Dei fortitudo. Szó szerinti fordításban, és így is van a Kájon énekeskönyvben, küldeték a szűzhöz Isten erőssége, mert ugye Gábriel neve ezt jelenti, hogy Isten erőssége. Tulajdonképpen ugyanezt a történetet mondja el, csak most négy latin versszakban. És a kis középkori dallamra, amire ezt fogjuk énekelni, biztosan rá fog ismerni mindenki, hogy ha hát előbb nem az óvodában, biztosan mindenki hallotta és tanulta,
De ez nem baj, mert hogy ezek a középkori dallamok, ezek nagyon sokszor megjárják a gyermekdalok rétegét, aztán a táncmuzsika rétegét is, és lehet, hogy visszaköszönnek majd egy komoly motetta cantus firmusaként, ez nem egyen előfordult már, úgyhogy nem baj, hogyha ráismerünk a gyermekség dallamai közül. Mit titulált Virginem Dei Fortitudomus, tehát ez jön. Ave inquit angelus Virgo benedicta, est nam tecum Dominus gratia tu plena. Quo audito turbator Virginum regina, confortatur ab illo ut esset secura. Itt a műsornak ezen a pontján be kell mutatnunk, mert most ugye a teljes zenekar megszólalt mindenkit, és most szerencsém van, mert most Hölgy úr az egyik szerencsé, akkor tudom ott kezdeni, Molnár Katánál, aki most velünk a Gordon Kászkász tanult át. Rögtön bemutatom a családfőt is, Molnár Istvánt, hogy elke az édesapja. Istvánt ugye lantozni hallják ebben a koncertben, meg énekelni, néha szokott más hangszereket is ragadni, de az egyik legnagyobb érdeme az, hogy hoz zenészeket a zenekarba. Katát, aki ugye most már tanul egy éve gordonkázni, és ígérjük, hogy majd ez egy komolyabb feladat. Most már második éve? Az igen. Hogy komolyabb feladat elé is fogjuk állítani még, tehát fogsz ennél azért bonyolultabbat is játszani. De az idén, illetve hát a Szent Koronás műsorunkban megszólalt ez a Mittiturát Virginem, Gábriel Arkangyal ürügyén, és hát arra gondoltunk, hogy ha ebben a műsorban bele tudjuk tenni, már pedig bele tudjuk tenni, akkor Katát is hívjuk, és szeretettel muzsikálunk akkor vele együtt. Kata és István után Fehérvári Lászlót mutatom be. Laci furujázik az együttesben, énekel, és hogyha kell, akkor a trombitát is ő szólaltatja meg. Mellette ül Mihola Ágnes.
aki a régebbi években, sok-sok évvel ezelőtt, mielőtt elköltözött volna Budapestre, és ott alapított családot, most már két szép gyermek, fiúgyermek édesanyja. Hát akkor, amikor az együttesben énekelt, akkor még ez nem volt sehol. Hát most valamit valamiért, hát most már csak évente egyszer, vagy véletlenül kétszer vendégművészként találkozunk vele. Cserébe viszont ugye boldog család élet. Na hát az is valami. És akkor a másik oldalról folytatom Weber Balázsral. Weber Balázs az együttesben a gordonkás, de úgy döntött, hogy megtanult tekerőzni is. Most már néhány hét és készhez kapja a hangszert, és akkor hát nem menekülünk, akkor meg kell hallgatnunk, hogy hogyan szól a tekerő. Ígérjük, amikor már nagyon jól szól együtt, akkor fogunk vele előjönni. Én izgatottan várom, hogy fog szólni a dolog. Bőszné dr. Murányi Edit ül mellette. Edit nagybőgőzni is szokott, de most ebben a koncertben azt nem kell, hanem azt a basszus rebeket kezeli, amit itt a tévéseknek is megmutattunk, hogy ez egy, hát egy gordonka méretű, de annál sokkal régebbi típusú hangszer, ugye a hosszú nyakú vonós hangszerek, a kobüz és egyéb típusoknak az egyik verziója. Hát ezt akkorára építette egy kedves barátunk, hogy ne legyen nehéz gordonkásnak áttérni rá, tehát körülbelül ugyanazt tudja, csak hát a hangszíne egészen más, és ezért ez egy ilyen sajátos szint kölcsönöz néha az együtt muzsikálásnak. Másik régi kedves barátunk, akivel ritkán találkozunk, Rozner Zsolt atya, aki Mária Gyüd és a környék plébánosa, ha jól tudom, és hát hegedűjével és énekhangjával nagy ritkán, nagy bánatunkra, de hát örülünk, hogy ennyiszer is együttműködik velünk, és ez mindig öröm nekünk. Köszönjük szépen, Zsolt atya, hogy el tudtál jönni és velünk muzsikálsz. Az én nevem Békési Marton Csaba, én vagyok az együttes vezetője, Lanton, és ezen a Buzgony nevezetű kobzon is én játszom a mai este.